Labdavédő futsal csapatunk a legjobb 32 között búcsúzott a legrangosabb európai klubviadal a Bajnokok Ligája küzdelmeitől. A sorozat terhelést követően 2 nap pihenőt kaptak a fiúk, akikre már ismét a bajnokságban vár harca pontokért. Próbáljunk a BL után pihenni, és próbáljuk nagyon gyorsan tudni, hogy a bajnokságot az a muszáj nyerni, és ezt majd próbáljuk jó játszani a LTL-en, és nyerni is, mert ilyen pozícióban vagyunk a tabellában, ahol nem szeretünk, és az nagyon fontos a 3 pontot, és itt tudunk a közelebb lenni a első pozícióra. Fehér Dániel úgy gondolja, hogy a tabellán elfoglalt helye ellenére nem számíthatunk könnyű mérkőzésre az ELTE ellen. Összességében egy kiélezett mérkőzésre számítok, hiszen az ELTE csapatát fiatal feljutó játékosok alkotják. Ezáltal úgy gondolom, hogy biztosan be akarják bizonyítani azt, hogy nem véletlenül vannak itt a bajnokságban. Ugyan a bajnokságban még olyan eredményeket nem produkáltak, de úgy gondolom, hogy a tabellán elfoglalt helyük nem feltétlenül tükrözi a valódi tudásukat, így biztosan egy kemény mérkőzés lesz. Mesterünk szerint friss elmére és nagy szívre lesz szükségünk a harcos és fiatal ELTE otthonában. Ott van sok fiatal, nagyon, nagyon harcolnak végig. Hát ők az igaz, hogy talán nem a sok játékosok, aki voltak NB1-ben, de azok meccsek a minestem, mindig harcolnak, mindig végig próbálnak csinálni minden, és ez az biztos, hogy a fejjel kell támadni, mert a csapat, aki nagyon akar kontrázni, és szívvel is muszáj játszani, mert nem lehet, hogy többet futnak, mint mi. Fiatal tehetségünk bízik benne, hogy a zsinórban 4 győzelmet hozó formánkat meg tudjuk tartani, és tovább gyarapítjuk pontjaink számát. Szeretnénk ott folytatni, ahol a bajnokságban abba hagytuk. Szeretnénk jó játékot mutatni, és amit az edzéseken gyakorolunk, azt átvinni az egész mérkőzésre. Maximális koncentráció és jó védekezés mellett szeretnénk kihasználni minél jobban a helyzeteinket, és gólokat szerezni, és elhozni az ELTE otthonából a 3 pontot és győzelmet aratni. Az ELTE elleni mérkőzésünkre november 7-én hétfőn 20:15 kerül sor a Sport 11 Sport és Szabadidő központban. A találkozót élőben közvetítjük YouTube csatornánkon.